Elég sokan, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ez egy kicsit elhúzódott hamiság, gondolom azért nem jött legszebb be, mert a védelmek, meg tanítom, hogy nem sikerült szigyelt a 3 órakor. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szabó Pémát, országgyűlési képviselő, jelenleg a Függetlenek között ül a parlamentben, az LMP-ből annak idején ők kiszálltak, és a Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke, Jávor Benedek kollégánkkal, és meghívtam őt a tanítvító ünnepségre, és úgy gondoltuk, hogy előtte itt a megjelenteknek egy pár gondolatot elmondanak, hogy mégis mit szeretnénk. Most már tudja mindenki, hogy megkötött az a várvált megállapodás, hát most nagyon lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem jó, a Magyar Szocialista Párttal, és együtt fogunk indulni a választásokon. Hogy itt ki lesz még, azt nem tudjuk, úgyhogy azt még nem is kérdezzétek, mert most mennek a nagy tárgyalások. Úgyhogy Tímea pár gondolatban elmondaná nektek, hogy mégis mi elképzelésünk, főleg itt a mi régiónkra. Nagyon szépen köszönöm először is a meghívást, és azt, hogy eljöttek a rendezvény, és mi se is minden vasárnap ellenére, ugye pláne, mert ez mégiscsak egy pihenő. Ahogy Miklós elmondta, én a Párbeszéd Magyarországért pártnak vagyok a társadalmunkkel. Mi a PM-ben, ugye azt talán önök is tudják, hogy egy választási megállapodás, egy választási szövetséget kötöttünk az Együtt 2014 párttal, Magyar Gordon vezetésével. Mi ezt azért tettük meg, és ahogy itt el is hangzott, egy bő fél éve azért hagytuk ott a korábbi pártunkat, az LMP-t, mert azt gondoljuk, hogy most a Fidesz egy olyan végtelenül igazságtalan választási rendszer, választási törvényt alkotott, amelynek keretében csak úgy tudjuk legyőzni a kormányt és elérni egy kormányváltást, hogyha azt egy ellenzéki összefogásban tudjuk. Sajnos a jelenlegi választási törvényen vége annak az időszaknak, ami sok különböző elképzelésekkel rendelkező, különböző célokat magunkkel kitűző pártok külön-külön el tudnak indulni, hiszen úgy lett megalkotva ez a választási törvény, hogy akkor teljesen szétapózódjanak a választások, és ne legyen semmi esély a kormányváltása. Ezért mi megkötöttük ezt a választási szövetséget, a múlt héten pedig egy választási együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Szocialista Párttal, pont az előbb elmondottak miatt. Az MSZP-vel ennek a megállapodásnak a lényege tulajdonképpen az, hogy ugye a minimum, ami szükséges egy kormányváltáshoz most, az, hogy a demokratikus ellenzék megállapodjon az egyéni választókerületekben. Ez azt jelenti, hogy ha mi meg akarjuk nyerni a választást, akkor elengedhetetlen az, hogy a Fidesz-szel szemben csak egy demokratikus ellenzéki jelölt legyen. Tehát ne induljon külön az Együtt, ne induljon külön az MSZP, és a kis pártokról még egyébként nem tudjuk, hogy egymás ellen ne induljon el, mert akkor azt mondjuk, hogy a Fidesz került a markába, és megnyerte a választásokat. Úgyhogy megállapodtunk a 106 egyéni körzetről, olyan tekintetben, hogy az Együtt PM fog 31 körzetben jelölteket indítani, az MSZP pedig 75 választókerületben. Ezen fölül abban is megállapodtunk, hogy ugye két országos listával fogunk elindulni a választásokon, és az lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje, aki ezen a listán több szavazatot kap. Tehát, hogyha az Együtt PM fog több szavazatot kapni, az országos listán, akkor Bajnai Gordon lesz a miniszterelnök, ha pedig az MSZP, akkor pedig Mesterházi lesz a miniszterelnök. Itt tartunk most. A többi ellenzéki pártról nem nagyon tudjuk még, hogy mik a most gondolkodik az LMP-re, mik az elképzelései. A demokratikus koalícióval pedig majd az MSZP fog tárgyalni, és mertén szerint a jövő héten. Hát szerintem pont önöknek nagyon nem kell csetelni azt, hogy itt mi történt az elmúlt 3 évtől, micsoda elszegényedés volt és ment végbe a Fidesz-KDNP vezetése alatt, ahogy mi hívjuk az Orbán-Simicska rezsimben.
tehát 4 millió, hanem az ország fel már a 4 millió alatt él, ilyen még nem volt az elmúlt 23 évben. A szegénységi ráta az közel 20%-os, több százezer gyermek éhezik ma Magyarországon, több tízezren élnek az utcán, és ami számomra megdöbbentő, nemrég láttam ezeket az adatokat, ezek KSH adatok, a 3 és több gyerekes családoknál megduplázódott a szegénység a bajnai kormány óta. A 20%-ról 40%-ra ment fölött is, ami egy elképesztő adat, tekintettel arra, hogy ugye a normál kormány igyekezett mindent a saját elmondása szerint megtenni a kérdőjét, hogy ő segítse a 3 és több gyerekes családokat, csak hát most lehúnt a lepel, és kiderült, hogy ő csak a gazdag 3 gyerekes családok segítettem a Magyarországon. És tulajdonképpen ezzel, amit utoljára mondtam, ez azt hiszem, hogy a rák fenéje az egész Orbán kormánynak, hogy minden intézkedésükkel csak a tehetőseket, csak a gazdagokat segítik. Ugye bevezették az egykulcsos, véleményem szerint a végtelenül igazságtalan egykulcsos adórendszert, ami azt jelenti, hogy akinek 160 ezer forintnál kevesebb volt a fizetés, az mind rosszul jár. Hát ez az ország kétharmada. Hát mutasson a Kiborsodban, mutasson itt Vizsolyban, vagy az Encsi kis térségben, vagy itt Miskolc környékén tömegében olyan családokat, olyan embereket, akik itt 200-300 ezer forintokat keresnek. Hát nincsenek. Úgyhogy a Fidesz ezzel is csak az ő haverjainak, a gazdagoknak segített. A családi adókedvezményből is kiderült, hogy tulajdonképpen csak a gazdag családok tudják elhívni ezt a családi adókedvezményt. Mi ezt is megváltoztatnánk. Tehát a bajnai kormányban ugye mi megszüntetnénk ezt az igazságtalan egykulcsos adót, és visszavezetnénk egy többkulcsos adórendszert, amiben elvárjuk azt, hogy a gazdagabbak járjanak hozzá nagyobb mértékben az államháztartáshoz, és segítsék a kevésbé szerencséseket, a kevésbé tehetőseket Magyarországon. És például a családi adókedvezményt is úgy alakítanánk át, hogy az ne a gazdagabb családoknak, hanem a szegényebb családoknak kedvezze. Megváltoztatnánk, ami azt hiszem, hogy szintén egy nagyon fontos dolog, megváltoztatnánk az egész demokratikus rendszert. Nem lehet egy olyan választójogi törvény a Magyarországon, amiből egy kormány, vagy amelynek lehet egy kormány több évtizedre bevetonozhatja magát a hatalommal. Pont ez a baj, ugye ezt látjuk a trafik mafiában, ugye elvették az emberek megélhetését, a földrablással, elvették a gazdák megélhetését. És ezeket azért csinálják, mert azt gondolják, hogy ők most itt évtizedekig itt maradnak még a hatalomban, és semmilyen hát retorzió, vagy semmilyen ellenlépés nem fog következni. Mi ezt nem fogjuk hagyni. Mi a trafikpályázatokat is újra fogjuk vizsgálni, meg fogjuk nézni, hogy azok kapták-e például a trafikokat, akik rászorulnak, akik megérdemlik. Azok a rokkant több évtizede ezzel foglalkozó emberek, akiknek ettől függött a megélhetése. És a földdel kapcsolatban pedig ugyanezt fogjuk tenni, a földpályázatokat át fogjuk tekinteni, és meg fogjuk nézni például, hogy miért Orbán Viktor haverja Mészáros Lőrinc és az ő műkörvös ismerősei, akik nyilván ugye hosszú órákat kapálgatnak ott a földeken, a tisztelt kis műkörmeiket. Miért ők kapták vajon ezeket a földeket ott felcsút környékén? Azt is meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehetséges az, hogy költségvetési tartalékból sok 10-100 milliárd forintot költünk a stadionok, luxus stadionok építésére. De nem akármilyen stadionok építésére, csak azoknak a stadionoknak az építése, amiért fideszes tulajdonosa van. Például a Galvi stadion, ugye Kubatov Gábor, Debrecenben, ugye Fósa Lajos, most kapott 600 millió forintot Tálai András államtitkár, ugye a Mezőkövesdi stadionjára, Felcsúti stadiont próbálták kifetni az embereket nagyon sokáig, hogy ez magánpénzben van, de hát tudjuk, hogy az a magánpénz, amit elloptak az emberektől a közgép szerződésekben. Úgyhogy ezeket a stadionépítéseket azonnal megszüntetnénk, és arra fordítanánk, amire valóban szüksége van ennek az országnak, meggyőződésünk, hogy ez a munkahelyteremtés. Tehát
Itt én mindenhol arról beszélek, ahol megjelenek, tehát én a vidék, mert nagyon eltolódott a magyar politikai élet, nem csak most, ez már a rendszerváltás óta, meg már talán előtte is, hogy de még akkor a PS-ek tartották a vidéket, de megszűntek a PS-ek, azóta nincs vidék. És hiába beszélünk bármilyen. Jó, még a vidéki nagyvárosok egy-kettő van, amelyik még úgy tud működni, meg van bevétele. De nekünk itt falvaknak milyen bevétel van? Hát mondjatok egy olyan vállalkozót, aki ide befizet 1 millió forint iparizési adót. Hát összesen bejön talán 1 millió forint ezekkel a kis vállalkozók. Egy. Elvitték a gépjárműjárónak a... Az sem volt egy nagy összeg, mert a Pizsony szinten 2 millió forint volt. Szóval még azt a kis pénzt is elvitték. Mondjuk valami, mert szóba hoztad a banki különböző bankon keresztül megjelenő adókat. Ugye hát ez a rezsi hazugsága, ahogy mi hívjuk, hát ez is egy vicc volt. Hát mondjuk vegyünk egy 20.000 forintos rezsibe kerülő, vagy egy 20.000 forintos rezsis háztartást. Annak akkor ez a 10%-os rezsicsökkentés, hogy egy 2000 forint. Kiszámoltuk most azt, hogy a tranzakciós illeték, sárga csekkadó, stb. Megemelésével egy háztartásnak átlag 5000 forinttal fog nőni a havi kiadása. Hát akkor még mindig elvettek, nem? Még a rezsi csökkentés után is elvettek tőlünk még 3000 forintot a zsebünkben. Úgyhogy ez egy hazugság, amit persze az M1 híradó, meg a Hír TV, meg az Echo TV nem fog leadni. Minket amúgy is cenzúráznak, tehát a mi sajtótájékoztatóinkat azt nem adják le az M1 híradóba, ez rendszeresen. Néha vannak, úgyhogy jóban vagyunk újságírókkal, elmondjuk akár kiadunk közleményt, vagy elmondjuk sajtótájékoztatót, és odajön az újság, azt mondja, hogy hát nem gondoljátok, hogy ezt a szerkesztő jóvá fogja adni. Hát az 50-es évek van most konkrétan Magyarországon, olyan cenzúra van, amit körülbelül akkor tapasztaltunk utoljára. Úgyhogy ennyit a rezsi csökkentések átszázott hazugságról. Ezt megmondom megint, kinek jó a rezsi csökkentés. Lázár Jánosnak, akinek van egy fedett uszodája, vagy úszómedencéje otthon, nyilván annak a fűtése, világítása, stb. Valóban az ő költségeit jelentősen csökkenti. De az népek, hogy azért a nagy emberek is néha ellátogatnának ide, hogy megtudnák, hogy milyen itt az élet. Nem csak beszélni kell róla, hanem azért eljöhetnének ide és szétnézhetnének. Hát mi folyamatosan járjuk az országot. Ugye van 8 képviselője a Párbeszéd Magyarországjának, úgy biztos ismeri Karácsony Gertőt, mert ő szokott lenni a tévében, Jávor Benedek, Szabó Rebeka, aki ugye a földügyékért szokott tartoskodni, Dorosz Dávid, Csenyel, tehát azért vagyunk 8-an. Az egyikből is több ismert politikus van, és folyamatosan megyünk és látogatjuk a különböző településeket, nagyobb városokat, kisebb városokat, próbálunk fórumokat tartani, beszélgetni, különböző ügyeket feltarolni. Az a baj, hogy így fogalmazzam, hogy annyira nagy a baj Magyarországon, és annyira sok probléma van, hogy egyszer nincs is kapacitásunk mindennel foglalkozni. Én például itt az Ercsi kis térségben nagyon sokszor jártam az elmúlt 2-3 évben különböző ügyekből kifolyólag, úgyhogy mindig próbálunk azért jönni, és hát természetesen, hogyha kapunk meghívást, akkor meg külön annak örülünk is, és igyekszünk. Én Szeged Imre vagyok, itt élek Vizsgálatban most már 28. éve, mezőgazdasággal foglalkozok. Itt telt el az életem, de azért elég sok fele dolgoztam. Jelenleg a baloldal, jelenleg is, bocsánat, a baloldalnak vagyok a tagja, így ezen keresztül sok mindent ismerek a játszódott folyamatokból, úgyis, mint a megye elnökségnek a tagja, vagy az NC elnökség megy vezetésnek vagyok az elnöke baloldalnak. Na most az, hogy mindenképpen ugye, tetszett mondani, ő polgármester is mondotta, hogy hát rengeteg probléma van az országban az elmúlt 3 év alatt, ez tény. Viszont arra szeretnék rámutatni, hogy fejlődni a figyelmet azért, hogy talán, ha egy kicsit tárgyalósabbak lennénk, és én ezt elmondtam Mesterházi úrnak is, elnökünknek, hogy azért az ország nem csak az utóbbi 3 évben került ebbe a helyzetbe. A rendszerváltástól eltelt lassan 23 év, és ugye ez indult az Antal kormánya, Horn kormánya, Fidesz kormány, Medgyesi,
Gyurcsány Bajnai kormányzat alatt azért sok minden történt ebben az országban, és ezek a dolgok összefüggnek azt, hogy a nemzeti vagyon ilyen helyzetbe került, hogy lassan a 90%-a külföldi tulajdonban van például, rengeteg mindent meghatároz. Rengeteg mindent befolyásol a világgazdasági válság is, hiszen az ide is hat, nem csak Amerikát sújtotta, vagy a Nyugat-Európát, hanem ugye bennünket is rajtuk keresztül, hiszen függünk ezektől a piacoktól, tehát azért úgy érzem, hogy cseppet azért tárgyalásabbaknak kellene lennünk. Önkormányzati szinten is, itt polgármesternek mondom, amikor 2006-tól, sajnos a mi kormányunk, a baloldali kormány alatt milliárdjait bocsátották ki kötvényekre, és ebben benne volt a baloldali, benne volt a Debrecen, benne volt a Hódmezővásári, Kaposvár, mindenki benne volt, nem nagyon foglalkoztak vele akkor se a politikusaink, se adott szinteken, hogy ezt egyszer vissza is kell fizetni. És azért talán cseppet óvatosabbak lettünk volna, ezt most maloldali kritikának mondom, vagy önkritikának, és ez sajnos ez ránk érik, akkor talán nem adósodik el így az ország, nem megy fel, és ebbe a Fidesz mindig a fejünk köz vágja, minden másodpercben, amit a szocik tönkretették, 52%-ra a nemzeti vagyon, mérten a államadóság felment 80-82%-ot mondanak, ez körülbelül így is van, és ez sajnos nekünk is vissza kell fizetni. Tehát ezt ugye, ha felveszünk egy hitelt, bármelyikünk felveszi, azt a banknak vagy akiknek vissza kell fizetni. Tehát ebbe a három évben is fizetni kell a konvergencia programot, a deficit program, a IMF-el való hitelek, ezeket fizetni kell minden egyes kormányzatnak. Tehát azért cseppet, itt mi elszaladt a csikó, és ebben benne volt a Bajnai Gordon is, mint egykori önkormányzati miniszter, vagy mint gazdasági miniszter, vagy mint fejlesztési miniszter, utána mint miniszterelnök. Tehát azért szeretném ezt felvetni, hogy azért látjuk a Fidesz stratégiáját, taktikáját. Minden egyes nap lehozzák, hogy megtettük, megcsináltuk, amit a szocik a 8 év alatt elszóltak. Ez minden nap így jön, és ugye mondják a libát A-tól Z-ig, ugye Bajnai Gordonra, most hogy ez mennyire valós, mennyire nem, ezt ott belőle biztosabban lehet tudni. Minden esetre, ha egy kicsit talán a tárgyalagosabbak az érveink együtt most már, akkor úgy érzem, hogy talán eredményesebbek lehetünk, nem hagyjuk annyira a Jobbik vizére, Malmára vizet, bocsánat, mert az itt a térségben azért a Jobbik, meg általában a szegény térségben nagyon-nagyon erős, és jön felfele sajnos, és akkor talán összefogás is, meg az együttműködés is, meg az eredmény is talán jobb lehet. Én ezt szeretném kérni, hogy ebben tesznek. Működjünk együtt jól, és talán hogy esetleg van, de valami, amit elmondtam, van benne érdemleg, és akkor majd élni le, hogy jár. Ugye, hogy megy ez a közmunka start program, és hát én vagyok az anyagba szerző, mert nekem kell elmenni, meg aztán és veszek ilyen műtűröket, kis műanyag, a csőre kell, erre kell, arra. Nézem a boltba, Madein, Lengyelország, Madein, Szlovákia. Hát mi magyarok elfelejtettünk dolgozni? Hát bocsánat, kérem. És beszélgettem egy miskolcai fröccsöttől. Azt mondta, ő teríti a piacon ezeket az árukat, és ő is mondta, hogy hozza be. De azt mondja, miért nem lehet ezt megcsinálni Dizsolyba, vagy Göncuszkán. Itt vannak ezek a lakások, amik be már nem laknak. Olcsóbb meg lehet venni most még. És akkor ott egy ilyen házi műhelyet megcsinálni. Ott legyártjuk, két-három ember, már van két-három embernek munkája, azt mondja, ő összeszedi, és elviszi a bolt belőle. Csak ehhez össze kell fogni. A másik dolog, Imre, nem mint vállalkozó, meg szocialista politikus. Hát te is látod, hogy a vállalkozóknak mindig értek, csökkentik a terheket, nő a támogatottság, mi lett belőle? Semmi. Mondhatjuk így. Egy-két dolgot változtatnak, hogy nem biztos, hogy neked jó lett. Mert ahogy én beszélek a kisvállalkozókkal, tegnap is éppen beszélgettem az egyikkel, azt mondja, hogy 2008-ban kezdte a vállalkozást, nagyon primán működött minden, volt bevétel, mindent tudott finanszírozni, most meg azt mondja, már van olyan hét, hogy nincs egy munkája sem. Szóval itt ez a probléma, hogy az uniós pénzek, most már az infrastruktúra fejlesztésekre nagyon sokat költöttünk, hál' Istennek. Mert hogyha végigmenjük a településeket, ahol tényleg a polgármesterek, meg a csapat, az önkormányzat úgy gondolkodott, pályáztak, igaz, hogy nehéz volt, meg
hosszadalmas volt, de megújultak az iskolák, megújultak a faluházak, önkormányzatok, utak, sok minden megújult, csak nézzük Bizsonyt, vagy a környező településeket elkívánja, vagy Kidasnyi, vagy bármelyiket nézzük. És ezért mondom, hogy a következő 7 éves időszakban az EU-s pénzeket a vállalkozás, a munkahelyteremtés felé kell eltolni. És ne legyen már olyan pályázati írás, ami már előre el van döntve, hogy ki fogja megnyerni, mert csak ő felel meg a írásnak. Mikor elolvasom, hát mondom, akkor én mindig oké. Ezt talán lehetne. És a pályázati kiírások az elmúlt 7 évben is sajnos úgy be voltak rögzítve, bilincselve, annyiszor oda-vissza lett dobálva, ilyen-olyan angol, filléres eltérésekért fél éveket húzottak kifizetés, ezt polgármesterről tapasztalhatta. Nem csak ő vállalkozó is. Tehát ezt azért reálisabb várják. Tehát nem az a cél, hogy visszalökjük. És ezért ragadt belegetek pénzt. Több ezer milliárd, legalábbis most úgy tűnik. És esetenként az Unióval szemben is jobban kell védeni az érdekeinket a mindenkori kormánynak, mert nagyon sok olyan dolog van, hogy nem állunk ki. Tehát fent esetleg nem ismerik azokat a problémákat azok az illetékes személyek kormányzati helyeken, és olyan sír volt a korábbi kormányzatoknál is, hogy mi is az igazság alapvetően kint vidéken, vagy abban az ágazatban egészségügy, vagy épp mindegy, hogy melyik szektort mondom. Tehát mi is sok mindent felvetettünk a mindenki és a mezőgazdasági témában is. És nem vitték ki, Gráfék se vitték ki sajnos Brüsszelbe, hanem esetenként így fogták a fentiek a széket, meg az asztalt, és sajnos ennek vannak negatív következmények. Nem mindig oda mentek korábban sem a fejlesztési pénzek, ahova kellett volna, de nekünk ez az egyik fő üzenetünk és fő programunk az Együtt PM-nek a következő ciklus, hogy a korrupció nagyon-nagyon túl van és nagyon szigorú eszközökkel vissza kell szorítani. Tehát mi megkérdettük az Zero Tolerancia programját, amiben konkrét, tehát minden pályázat nyilvános lesz, minden eredmény nyilvános lesz, szeretnénk egy civilekből álló hát valamiféle ellenőrző bizottságot, amely folyamatosan felügyeli ezeket a pályázati pénzeket, a pályázati pénzek elköltését, hogy ne lehessen itt tényleg milliárdoknak elúszni. Nagyon érdekes, amit mondott az önkormányzatok eladósítása. Én pont a múlt héten olvastam egy heti lapban azt, hogy a fideszes önkormányzatok az előző ciklusban kimondottan utasították a saját azokat a városokat, ahol fideszes vezető volt, hogy adósítsák el a városokat. Például Hódmezővásárhely, mert azt mondták, hogy ha a szocik nyernek 2010-ben, akkor ez a szocik problémája lesz, ha meg mi nyerünk, ugye a Fidesz, akkor meg úgyis ki fogjuk segíteni az önkormányzatokat, és ezt most látta Szot is, hogy ugye átvállalták az önkormányzati adósat. Tehát, hogy a Fidesz az kimondottan utasította a saját önkormányzatait arra, hogy nyugodtan adósítsátok el a várost. Úgyhogy hát ez is külön megére is ért.